1947-től folyamatosan kisajátítás zajlik. Hát ez az utolsó terület, amin még lehet tevékenykedni. Köszöntöm a nézőket, itt vagyunk Kazincbarcika határában, pontosabban Sajó Kazincon, és a mögöttem látható terület miatt, és földterület miatt, illetve itt a környéken található rét, illetve kukoricás táblák, több hektáron elhelyezkedő földművelés miatt keresett meg engem egy itt lakó polgár, pontosabban István, aki itt áll mellettem. Ugye azt tudni kell, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a természeti kincseinket, ugye legfőbb inkább a mezőgazdasági területeket minél jobban megőrizzük, és felháborítónak tartottam azt a jelzést, hogy a Kazincbarcika önkormányzat megkereste az itt tevékenykedő gazdákat, hogy igenis meg szeretnék vásárolni ezeket a földterületeket, és hogyha nem engedelmeskednek és nem adják el az általuk meghatározott véleményünk szerint alacsony áron ezeket a területeket, akkor a kisajátításhoz fognak fordulni, és akár ilyen módon erőszakkal is elkívánják venni majd az itt tevékenykedő emberektől akár a megélhetésüket, és ugye az ő akármilyen több éves, akár családi hagyományt is elvennék tőlük. Ugye azt is tudni kell, hogy az itt a tőlünk, vagyis a megkapott dokumentumból az látszik, hogy a nem olyan messze tevékenykedő Borsodkem cég szeretné ezeket a területeket megkaparintani. Ennek járunk utána itt Sajó Kazincon. Itt már nagyon régóta családként tevékenykedtek a mögöttünk álló területeken. Mióta csináljátok ezt a családi gazdaságot, mekkora területen és miket termesztetek pontosan? Tehát a pontos dátumot nem tudom megmondani, mert ugye a dédszüleim, ők szüleim is itt tevékenykedtek ebben a határban. Tehát itt én azt lehet mondani, hogy szinte minden állatot vagy egy vakontúrás is ismerek. Tehát én tőzsgyökeres helyként ugye gyerekkoromtól, tehát pici gyerekkoromtól itt tevékenykedem. Az igaz, hogy akkor még nem volt ekkora terület a családunk birtokába. Ezt én egy 35 éves munkával értem el, hogy ennyi terület meg tudtam vásárolni magamnak. Tehát ezekről a területekről azt kell tudni, hogy tehát a környék legjobb minősítésű szántója, tehát ezek harmadosztályú szántóként vannak nyilvántartva, ezek 30 aranykoronán felüli értékkel rendelkeznek, ami nem mindenhol adatik meg itt a környéken, ugye? Tehát ez egy különleges adottságú terület. Tehát ez egy igazi kis gyöngyszem itt ebben a sarokban, és akkor úgy látszik, hogy ez a kis gyöngyszem rajtam kívül másnak is megtetszett. Négy fajta növényt szoktunk általában termeszteni, búzát, kukoricát, őszi árpát és szóját. Tehát ezelőtt napraforgóval is foglalkoztunk, de a technológia, mert nekünk egyszerűbb, ez ugye kicsik vagyunk, és ugye nem mindig hajlandó a nagyobb gép is eljönni valamilyen mezőgazdasági munkát elvégezni. És ugye itt látható nálam a Kazincbarcikai önkormányzattól kapott dokumentum, amit januárban kaptak meg ugye Istvánék, amiben az áll, ahogy az előbb is elmondtam, hogyha nem adják el, mondjuk itt egy 445 forint per négyzetméter áron szeretnék megvásárolni ezeket az ingatlanokat, ugye több ilyen levelet is kaptak, mert ugye több tulajdon 23 darabot is kaptak Istvánék, és hogyha nem fogják eladni, ugye akkor kisajátítják. Ez miben? Ez mikor, ugye januárban kapta meg? Így. Van-e azóta valami változás, illetve mi volt a terve a családnak ezekkel a földekkel? Tehát nekünk ez a vételi ajánlat szerintem mint egy rossz tréfa, vagy nem is tudom. Tehát ezzel, tehát egy életem munkáját, tehát én ezzel szerintem azt teszi tönkre. Amit eddig tehát verejtékkel, vérrel, tehát nem csak én, hanem elődeim, őseim, szüleim, nagyszüleim is, tehát megdolgoztak ezekért a földekért. És akkor jön egy ilyen ajánlat, most nem akarom minősíteni, de ez valahogy, tehát ezzel tehát egész életem munkáját tönkreteszi. Nem csak az enyémet, gyermekem, aki szintén mezőgazdaságot akar folytatni, mezőgazdaság iskolába jár, tehát
terveink voltak, amiket sajnos úgy látszik, emiatt nem tudunk megvalósítani. Január óta egyenlőre én elmozdulásról nem tudok. Tehát azt tudom, hogy körülbelül 200 embert érintett ez a kisajátítás, tehát annyi tulajdonos van itt ebbe a körülbelül 20 hektárnyi területben, amit az önkormányzat ugye ki akar sajátítani, és ugye, tehát itt azt nem tudjuk, hogy későbbiekben mi az önkormányzatnak a terve vele, hogy ezt most ő tovább értékesíti, vagy ő maga fogja használni, de hát itt, tehát közérdekre hivatkoznak, nem tudjuk. Tehát ugye én, mint földi halandó tervekben nem látok bele, meg ugye ezt nem is közlik velem. Tehát szakértői vélemény is készült, két szakértő, aki a szakértői véleményt elkészítette, tehát azokból egy példányt sem küldtek el, legalább ennyivel, tehát kiegészíthették volna ezt a vételajánlatot, hogy mellékelnek hozzá, hogy ugye miért ennyi az annyi. Ugye ezt is kifogásolták, egyrészt azt, hogy egy teljesen egy egész életet szeretnének itt felborítani, egy egész család életét és munkáját, illetve az itt feltüntetett vételi ajánlatokkal sem értenek egyet, mert ugye másrészt ugye nagyon nehéz manapság földbirtokhoz jutni, nem csak itt a környéken, hanem országos szinten is azért ez a jellemző tendencia, hogy mezőgazdasági ingatlant, ugye területet nem nagyon lehet vásárolni, és ugye itt akkor felmerülnek azok a kérdések is, hogy amilyen gépekkel, ugye eszközökkel eddig megmunkálták ezeket a területeket, azok most teljes egészében kárba vesznek, vagy ugye hasznavehetetlenné válnának ezáltal a kisajátítás által, hogy mindenféleképpen, ahogy említette az előbb István, hogy az önkormányzatnak nem tölte, és az önkormányzat akarata nem teljesen tiszta még számunkra sem, ezért fogjuk megkeresni a Kazincbarcikai önkormányzatot, illetve a dokumentumban szereplő Borsodkem ZRT-t is, hogy igenis nyilatkozzanak afelől, hogy pontosan mi a szándékuk ezekkel a területekkel, hogy mi állhat annyira a közérdek érdekében, hogy tényleg itt 20 hektáros területeket, magas aranykoronájú földterületeket kelljen akár ipari területté nyilvánítani, és az ipar oltárán feláldozni tényleg családok munkáját, és ez tarthatatlan és vérlázító, hogy tényleg itt a Kazincbarcika határában ilyenre betemednének itt a városvezetők, és azt is tudni kell, hogy itt Kazincbarcikán nem igazán vannak még ezen kívül termőföldek, hogy itt ezáltal akár meg is szűnhetne lassan a városvezetés jóvoltából a Kazincbarcikai mezőgazdaság, ami szintén egyébként felháborító, mert Magyarország akár termőföldeket tekintve ugye Magyarország éléskamrája lehetne, és igenis, hogyha ezekbe a termőföldekbe fektetnénk, a magyar kincseket kibányásznánk, akkor igenis sokkal jobb gazdaságot tudnánk véghez vinni, és akár az államkassza, vagy az önkormányzat vagyona is ezáltal gyarapodhatna, és valamiért ez útjába állnak ezekkel a normális gondolatokkal, és az ipart szeretnék itt erőltetni. Itt a mögöttünk lévő táblákon ugye 4 hektár földje van ugye önnek, illetve a családjában, a szűk családjában ugye több hektár is van még, de elmondása alapján, ugye ahogy az előbb beszélgettünk még, hogy akár 200 érintett is lehet, aki ugye föld tulajdonrészsel itt tulajdonos, és ugye ez nagyon nagy problémát jelenthetne ez a kisajátítás, véleményünk szerint is felháborító, ezzel mindenképp fel kellene lépni. És ami ugye még aggasztóbb, hogy nem csak itt a Kazincbarcikai önkormányzat szeretné ugye háttérbe szorítani így a gazdákat ilyen módon, és kisajátítani ezeket a földterületeket, hanem országos szinten is azért nagyon sok visszajelzés érkezett arra azzal kapcsolatban, hogy a gazdákat ugye nem kellőképpen tisztelik, vagy nem úgy tudják végezni a munkájukat, mint amennyire fontos munkát is végeznek, és ez nincs párhuzamban. Hogy ítéli meg egyébként a gazdák helyzetét ma Magyarországon, illetve itt Kazincbarcikán? Hát ez a terület egy olyan 200 embert érint körülbelül. Hát gondolom ebbe időseket is, nagyon sok mindenkit, akinek ugye még a tulajdonában van. Az igaz, hogy ő maga nem használja, de még a föld a tulajdonában van. Tehát mondom, ez egy 20 hektáros terület, tehát és nagyon sok, tehát sok apró pici kis parcellából áll, tehát így ez ugye a régmúltból adódik, tehát ezek a földek ugye családokba, ahogy osztódtak, tehát itt ezek a
területek innen a Sajótól egész ott fent a hegygerincig, amit a hátunk mögött van, tehát egészen addig tartottak valamikor. Ugye a kisajátítás, már akkor is a kisajátítás itt 47-től folyamatosan kisajátítás zajlik. Tehát én a város területén nagyon sok helyet tudnék mutatni, ami a miénk volt, vagy gazdálkodóké, és ugye már nem a miénk. Hát ez az utolsó terület, amin még lehet tevékenykedni, tehát itt Sajókazincon. Aztán még Felső-Barcikán van ott még valamennyi, ha még azt is egyszer valaki ki akarja sajátítani, akkor nem is marad Barcikán. Tehát ez rendben van, hogy ez egy ipari város, de tehát élelmiszerre is szükségünk van. Tehát gazdatársaimmal én úgy érzem, hogy tehát törekszünk a jó minőségű, tehát élelmiszerek, tehát vagy alapanyagoknak az előállítására, mint búzába, kukoricába, szójába, tehát csak ugye, tehát a felvásárlással vannak, meg a felvásárlási árakkal vannak a problémák. Hát ezt tudja mindenki, hogy itt az ukrán búzával, tehát a bejövő ukrán búzával van a probléma, ugye, de hát ezt is, tehát most bejött az ukrán búza, meg kukorica az országba, de akkor ezt is csak valami magyar felvásároló vásárolta fel, nem idegen szerintem. Tehát ezért ugye a mi kukoricánk ezért csak 5000 forint, az ukrán kukorica még ennyibe sem került. Tehát 3000 forintos vagy 2500 forintos ukrán kukoricával, tehát mi nem tudunk versenyezni. Tehát ez egy lehetetlen feladat. És ez ugye nagy valószínűséggel, tehát még szakemberek szerint is ez több évig itt fog velünk. Tehát több évig fog még bennünket kísérteni. Tehát ezzel ugye nehéz helyzetbe hozva a gazdákat. Ők náluk sok olyan mélyvédőszert megengednek, amit már nálunk már a hangjától is rosszul vannak. Tehát nem hogy használni, tehát még azt az végképp nem. Tehát az nálunk... Tehát sokkal szigorúbb szabályaink vannak, mint náluk. Tehát ugye ellenőrizetlenül jön be, tehát látni tehát az interneten is videókat, hogy tartályokba, tehát penészesen, meg beázva, meg mindenhogy jön az ukrán termék, csak szabaduljanak tőle. Tehát én azt mondom, hogy az volt itt a hibás, aki ezt beengedte. Azt nem kellett volna megengedni. Tehát szoktunk itt látni lengyel gazdákat, akik tiltakoznak ez ellen. Néha nálunk is előfordul, kormányunk kivezényel egy pár nerhuszárt, azok részt vesznek ezen a tüntetésnek nevezett összejövetelen, vagy dzsemborin, vagy nem tudom minek nevezzem, és ugye ezzel le van tudva a dolog. Ugye itt különböző besorolású földterületek vannak, rét, szántó, és ugye így eznek következtében az önkormányzat különböző összegeket is állapított meg, ami véleményünk szerint egybehangzóan nagyon alacsonyan lett meghatározva az önkormányzat részéről, és még kételyeket vett fel azzal kapcsolatban is, hogyha ezt esetleg valóban kisajátítaná a jövőben az önkormányzat, akkor egyrészt mi lesz a terve ezekkel a földterületekkel, illetve milyen más gazdasági előnyökre tehetne szert akár az önkormányzat a gazdák hátrányára. És István, te mit látsz ebben, hogy akár ebből milyen nagy differenciák lehetnének a közeljövőben? Tehát a mostani ajánlat ugye a szántónál 445 forintról szól négyzetméter per áron, a rétnél pedig 360 forint per négyzetméter áron, ugye, tehát ezt az ajánlatot tette a polgármesteri hivatal. Ha ugye, tehát nem az önkormányzat fogja továbbra is hasznosítani, hanem tovább értékesítésre fogja bocsájtani, akkor szerintem e között a két terület között nem igen lesz árbeli különbség. Tehát itt majd összemosódik szerintem. Ezzel is tehát elértékteleníti meg ugye magát a kisajátítási összeget csökkenti vele az önkormányzat. Ugye a gazdák meg a tulajdonosok árára. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja pedig az, hogy igenis ki kell állni a magyar gazdák mellett, ezért is vállaltuk fel ezt a problémát itt Kazincbarcikán is. Én, mint a megválasztott önkormányzati képviselő pedig felkarolom ezt a problémát a közeljövőben is, és éppen ezért meg fogjuk keresni egyrészt a kazincbarcikai önkormányzatot, hogy igenis nyilatkozzanak, hozzák nyilvánosságra azt a tervüket, ami miatt ki szeretnének saját
átalakítani több hektár Kazincbarcika területén található földterületet, illetve a Borsodkem ZRT-t is megkeressük ezzel kapcsolatban, hogy esetleg nekik milyen céljuk és szándékuk van ezzel a területtel kapcsolatban. Vérlázító az, hogy itt az önkormányzat és akár a Borsodkem ZRT így összehangolt támadást indít a gazdák ellen, akik már évek óta családi hagyományként tevékenykednek itt Kazincbarcika határában. Ezt nem szabad hagyni véleményünk szerint. Igenis nagyon fontos a mezőgazdaságnak a megóvása és a gazdáknak a megvédése az ilyen kisajátításos problémák esetében. Éppen ezért a továbbiakban is kiállunk értük, és megpróbálunk mindent tőlünk telhető eszközt megragadni, hogy igenis a mögöttünk álló hektár, több hektárnyi, nagyon magas aranykoronájú földterületet megóvjuk. És fontos még azt megjegyezni, hogy nem szabad a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdákat feláldozni az iparoltárán, nem szabad azt hagyni, hogy akkumulátor gyárhatalommá váljon Magyarország, sőt azt sem szabad, hogy itt Kazincbarcikán, akár a Borsodkem térnyerése érdekében és minél nagyobb profitszerzés érdekében itt gazdákat tegyenek tönkre, ezt mindenféleképpen meg kell állítani, és a illetékesekhez fogunk fordulni ennek a célnak az elérése érdekében.